Közel 10 éves hagyománya van a Siklósi Várfesztiválnak. Ezen idő alatt különböző formában és tartalommal rendezték meg a hagyománytőrző városi rendezvényt. Már januárban kezdődik a fesztivál szezon szervezése. Siklós készül az augusztusi 3 napos rendezvénysorozatra, mely igazán izgalmas, változatos és szórakoztató lesz, mondja Rigl Gábor polgármester a sajtótájékoztatón, melyet a Castello Hotelban tartottak meg. Ez mindig két lábon áll ez a program. Az egyik lába ennek a hagyományőrző csapatok, illetve az értékek bemutatása, ami a Siklósi Vár történetiségéből fakad, és ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt a lábat ezt évről évre életbe tartsuk, és ha lehet, akkor egy picit bővítsük mindig az ide érkező hagyományőrzőinknek a létszámát is, és természetesen azt a produkciót, azt az előadást, amit itt nyújtanak. A középkor szinte megelevenedik, idén is így lesz. Augusztus 9-én pénteken már megérkeznek a hagyományőrző csapatok, teszi hozzá a polgármester. Péntek délelőttől már elindulnak a hagyományőrző programok. Egészen a csata jelenetekig bezárólag, itt a török megszállástól kezdve viking csapatok érkeznek a városba. A táborverés önmagában egy nagyon látványos dolog a vár környezetében, és ez a 3 nap gyakorlatilag arról szól, hogy bemutatjuk azt, hogy a középkorban, abban a korban, amikor ezek a csapatok, ezek az emberek éltek, és ezek a csapatok egyébként a csatáikat vívták, akkor milyen eszközökkel tették ezt, hogy tették, és próbáljuk ezt úgy bemutatni, hogy a legkisebbeket is, és a legidősebbeket is közel tudjuk engedni, meg tudják fogni, élni, simogatni ezeket az eszközöket, ezeket az embereket, és egy kicsit bele tudjuk vinni őket a középkornak a mindennapjaiba. A fesztivált koncertek színesítik a várkertben a nagy színpadon. A fiatalabb és az idősebb korosztály is kedvére szórakozhat, hiszen többek között jön Nagy Ferro és a Beatrice is. Fontos, hogy kulturális létükben a helyi előadók, civil szervezetek, egyesületek is helyet kapjanak a rendezvényeken, hangsúlyozta Rigl Gábor. A Siklósi termálfürdő idén kapcsolódott a fesztiválhoz kedvezményes belépővel. Valaki a kinyomtatott jeggyel jelentkezik a recepción, akkor a normál áru jegyből 10% kedvezményben részesül, így ki lehet pihenni az előző napi fáradalmakat. És úgy kapcsolódunk mi össze, hogy a vár adja a kulturális programot, a fürdő adja a rekreációt, a fesztivál pedig a szórakozást, és ugye ezek az elemek fontosak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. A Siklósi Várfesztivált augusztus 9-e és 11-e között rendezik meg a Siklósi Várban.